Kisfilm is készült a montás projekt lényegéről országszerte 22 helyszínen, köztük Győrben nyílt információs és koordinációs pont a fogyatékkal élők és családtagjaik megsegítésére. A cél gyors és pontos infókat nyújtani az érintettek számára. Alapvetően információkat szeretnénk nagyon széles körben átadni, országosan is, és nyilván regionálisan is. Azt gondolom, hogy azokat a szolgáltatásokhoz való hozzáférést szeretnénk segíteni azáltal, hogy az információkat minél hamarabban aktuálisan az érintettek megkapják. És minden korra nemre tekintet nélkül minden fogyatékossági típusra gondolunk. A Győri Iroda április óta már működik, csak a hivatalos avatót tartották most a Szigeti Attila út 109-es szám alatt a Családi és Gyermekjóléti Központban. Győr alpolgármestere szerint az információs pont óriási segítség az érintetteknek. Ez a montás projekt ugye most már az összes megyei jogú városra, az országba kiterjed, és egy információs hálózat van, informatikai hálózat van, ami azt jelenti, hogy egyrészt szakmai tanácsokat lehet, ha valaki innen elmegy, szó jó értelmében utána lehet menni, közösen lehet különböző továbbképzéseket szervezni, és nagyon örülök, hogy a kormány a jövő évre lényegesen megemelte a fogyatékos szervezeteknek az anyagi támogatását, ugyanis úgy gondolom, hogy egy jó szociális politikához nem csak a szegénységről kell beszélni, nem csak a más probléma, lakásügyről, mindenről, hanem nagyon-nagyon célszerű, és ennek nagyon örülök a fogyatékosok, a fogyatékossággal élő emberekről is. A győri infoponton két fogyatékossági tanácsadó várja a rászorulókat, ők 60 órás képzés után álltak munkába, ezt követően pedig hatékonyan tudják segíteni a fogyatékkal élők információszerzését. Egy nagyon komoly képzésen vannak túl, illetve az folyamatban van, tehát fogyatékossági típusokhoz, fogyatékos embereknek az életéhez mindenképpen kell, hogy értsenek. Nyilván az ellátórendszerhez is kell érteni, és a szolgáltatásokat is ismerik el, leginkább most helyi szinten. És azt gondolom, hogy a különlegesség, vagy az újdonság ebben a projektben, hogy ezeket a helyi szintű ismereteket meg tudják majd osztani országos szinten, hiszen egy szomszéd megyében is egy ott élő érintettnek lehet, hogy egy nagyon izgalmas dolgot tud kínálni egy Győr-Moson megyei, Sopron megyei szolgáltatás is. A 4 éves projekt keretében megvalósult információs pontot befogadó Család és Gyermekjóléti Központ vezetője a megnyitón elmondta, büszkék rá, hogy hozzájuk került a hiánypótló szolgáltatás, ami tovább bővíti az intézmény szolgáltatási palettáját.